helyzetet teremteni a feltételét. Szeretném itt elmondani újra azt, hogy a javaslat szerint ez a törvény biztosítaná azt is, hogy akár már 32 év munkaviszonnyal is el lehessen menni nyugdíjba, öregségi nyugdíjba, hiszen nem csak a munkaviszonyt, hanem a gyermekneveléssel töltött éveket is, maximum 8 évet bele lehetne számítani ebbe a rendszerbe, így akár már 32 év munkaviszony után is el lehetne menni öregségi nyugdíjra. Nagyon fontos, ezt sokan kérdezték tőlünk, hogy aki ebben a rendszerben megy el nyugdíjba, az az így kapott nyugdíj összegét teljes mértékben megkapja, tehát nem csökkent mértékben kapják meg a nyugdíjat, teljességi, öregségi nyugdíjra lesztek jogosultak. Tisztelt képviselőtársaim, megígértük, hogy megőrizzük a nyugdíjakat, megvédjük a nyugdíjakat. A kormányprogramban megígértük azt, hogy a nyugdíjak vásárlóértékét megőrizzük, és megígértük azt is a nőknek, hogy 40 év munkaviszony után, hogyha úgy döntenek, akkor elmehessenek öregségi nyugdíjba. Ez a költségvetési törvény, a jövő évi költségvetési törvény ennek a lehetőségét és fedezetét megteremti, ezért kérem önöket, hogy támogassák azt. Köszönöm szépen. Két perces hozzászólásra jelentkezünk. Van Göndör István képviselő úr, MSZP. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Hadd mondjam azt, hogy Selmeci képviselőasszony, amit elmondott, egyszerűen csak annyit meg, hogy nagyon ügyes. Ügyes a trükk, mert az első, ami ilyen trükk, hogy megőrzi a nyugdíjak értékét, és úgy adta elő, mintha valami Fidesz csoda történt volna, holott semmi más nem tesz a Fidesz, mint végrehajtja a hatályos törvényt, amennyiben most csak 0,6%-kal korrigál, ez a törvény erejénél fogva januárban meg kell adni a nyugdíjasoknak. Tehát semmi plusz nem tetszettek csinálni, viszont a támadásukat folytatták a nyugdíjasok ellen, mert a mi olvasatunkban és a nyugdíjas szervezetek olvasatában ez nem 0,6, hanem 1,1% lett volna, tehát itt letetszettek nyúlni, enyhén szólva, egy kicsi összeget. De még tovább folytatom ezen a szálon. Miközben azt mondja, hogy 9,5-10%-ra emelik a nyugdíjárulék fizetés, tehát van egy 0,5%-os növekedés, képviselőasszony, önök is tudták, mert a ráutaló magatartásukból kiderül, hogy tudták, hogy a nyugdíjkasszában lyuk van, ezt a lyukat tovább növelik, aztán megpróbálják az elődök nyakába varni, de én ezt még tovább megfordítom. Képviselőasszony, ki fogja megfizetni ezt a 0,5%-ot? A havi 600 ezernél nagyobb jövedelműek már a 9-et sem fizetik, a 10-et meg végképp nem, viszont a minimálbéresek, meg az alatt, meg a körülkeresők, vagy az átlag körülkeresők, azok teljes jövedelmük után ezt a plusz 0,5%-ot meg fogják fizetni. Továbbá, hogy megőrzik, hát képviselőasszony, én szeretném emlékeztetni, a Fidesz 98 és 2002 között már indított egy nagyon agresszív támadást a nyugdíjak ellen, először is, amikor az állami rendszerből a nyugdíjat nem annyival emelték, amit a törvény meghatározott, aztán az öngondoskodók választása szerint itt sem a törvény szerint hajtották végre. Én most csak azt kérdezném, vajon amikor hozadékról számolnak, figyelembe veszik-e azt, hogy a Fidesz kormány mekkora kárt okozott a magánnyugdíj pénztárban, vagy a magán megtakarítóknak? Ezeket mind-mind figyelembe kéne venni. Köszönöm szépen a figyelmet! Két perces szót kért Selmeci Gabriella képviselő asszony. Tessék parancsolni, képviselőasszony. Szépen, elnök úr. Tisztelt Göndör képviselőtársam, ugye ön kijelentette azt, hogy a nyugdíjkasszában lyuk van. Én ezt azzal egészíteném, hogy lyuk volt, és sikerült ezt az elmúlt években okozni és nagyítani. Értem én, és hogyha visszaemlékszünk az 1990-es évek közepére, egészen pontosan 97-re, amikor egy egészen furcsa törvényt fogadtak el önök, ez pedig ugye az volt, hogy az állami nyugdíjkasszának egy részét átirányították a vagyonkezelőkhöz és a letéti alapkezelőkhöz, a bankokba, jól mondják itt mögöttem. Ezzel évről évre, akkor önöknek reagálok, mert gondolképviselőtársamat nem érdekli, hogy mit mondok,
szocialista képviselőtársaim inkább a vágyaikat fogalmazzák meg a költségvetéssel kapcsolatban. Ők azt szeretnék, hogyha minél rosszabb lenne ez a költségvetés, ők azt szeretnék bebizonyítani, amit nem lehet, hogy mi kárt okozunk az embereknek. Ez az ő vágyuk, hiszen szeretnék elfelejtetni az emberekkel azt a 8 évet, és azt a csőd halmot, amit ők okoztak. És itt csak egy adatot hadd mondjak önöknek, képviselőtársaim. A magyar köztársaság eladósodottsága az a GDP 80%-a. Hihetetlenül magas összeg. Ezt sikerült önöknek többek között a 8 év alatt elérni. Sajnálom, hogy nem partner a szocialista képviselőcsoport abban, hogy a nőknek 40 év munkaviszony után megadjuk az előrehozott öregségi nyugdíj lehetőségét. Azt tudomásul kell venni, hogy ennek vannak költségvetési vonzatai, ezt elő kell teremteni. Hogyha valahol adunk, annak a fedezetét valahol meg kell teremteni. És ráadásul úgy kell megteremteni ennek a fedezetét, hogy nulla, azaz nulla mozgás van a költségvetési helyzet tekintetében, amint az előbb mondtam, hogy az ország rendkívül módon el van adósodva. Ezt sikerült egyébként elérniük többek között. 98 és 2002 között pedig lejárt az időm, el fogom majd mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ugyancsak 2 perces hozzászólás, Varga László képviselő úr, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Selmeci képviselőtársának én egy gondolatmenetét javítanám ki, azért mégiscsak hangozzon el ebben a költségvetési vitában. Önök a kormányprogramjukban, a kampány alatt folyamatosan a választási programjukban szolgálati időről beszéltek a hölgyek esetében. Szolgálati időről, amiben beleszámított volna ugye az egyetem is ebben a tekintetben, még a szakiskola sem számít bele ebben a szakmunkás képzésben eltöltött időszak sem abban, amit önök javasolnak. Ez lényegesen kevesebb embert érint. Többek számítása szerint közel sincs ez a 40 milliárdhoz, amiről ön beszél. 0,5%-os járulékot emeltek ebben a tekintetben, ami a legszegényebbeket sújtja. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy átverés. Ha úgy tetszik, akkor a kormány hazudott, hogy egyébként egy klasszikusokat idézem ebben a tekintetben. Arról meg nem is beszélve, hogy bármiféle nyugdíj kifizetés, sőt azon felül rengeteg dolgot a költségvetésben, önök abból kívánnak finanszírozni, hogy a mai 30-40 évesek nyugdíjából, amit maguk félretettek, több mint 3 millióan, és hogy többször elhangzott, már rögtön 3 hónap után, mint egy 1 millióan önként léptek be a magánnyugdíj pénztári rendszerbe akkor, amikor ez elindult. Szóval ebből a pénzből kívánják a folyó kiadásokat finanszírozni mindenféle reform nélkül. Ez elfogadhatatlan, kedves képviselő asszony. Azok kellene gondolkozni egyébként már régen, hogy hogy lehet fenntarthatóvá tenni ezt a rendszert, nem arról, hogy egyébként hogy tapsolnak el a következő 3 évben 1000 milliárdokat a jövőből. Köszönöm szépen. Selmeci Gabriella képviselő asszony, ugyancsak 2 perces. Úr, értem, tehát a szocialisták számára az, hogy a nőknek megadjuk azt, hogy 40 év vagy akár 32 év munkaviszony után nyugdíjba mehessenek ők, úgy azt mondják, hogy eltapsoljuk erre a pénzt, értem én ezt. No, szóval 98 és 2002-ben voltak olyan nyugdíjas társaink, akiknek annyira alacsony volt a nyugdíjuk, hogy sok esetben 25-30% fölötti nyugdíjemelést kaptak. Ezt ne felejtsük el itt megemlíteni, mert ezt önök elfelejtik. Ezek az idős korúak hálásak voltak akkor az Orbán kormánynak, hiszen a nyugdíjuk jelentősen és igazságosan megemelkedett. Kettő. Tehát még mindig beszéljünk arról, hogy a nők 40, illetve akár 32 év munkaviszony után is nyugdíjba mehessenek. Mi a választási kampányban és a választási kampány idején azt mondtuk, hogy 40 év munkaviszony után mehetnek nyugdíjba, de én azt mondom önöknek, hogy legyen ez az első lépés a sorban. Most ennyire van lehetőség, ennyire tudtunk lehetőséget teremteni. Természetesen én is azt szeretném, hogyha azokat az éveket is be lehet majd a jövőben számítani, amelyeket mondjuk a felsőoktatási intézményekben tanulással töltünk, tehát a diploma megszerzése, az első nappalin megszerzett diploma megszerzéséhez szükséges szolgálati időt is be tudnánk számítani. De azért legyünk egy kicsit realisták, ez is egy nagyon nagy dolog, hogy ebben az évben, amikor le kell ráznunk magunkról ezt a hatalmas adósságterhet, ki kell nőnünk a válságból, hihetetlen munka az, és hihetetlen felelősség az, hogy ezt is oda tudjuk adni a nőknek. Én szerintem az ön vitája az arról szól, hogy persze ad a Fidesz, de még mindig keveset.
Hát nézze, elmúlt. Jó, hogy ön azt mondja, hogy többet kéne adni. Értem én, az elmúlt 8 évben lelkesebben kellett volna akkor felszólalni a kormánytársi képviselőként, és be kellett volna akkor nyújtania azt az indítványt, amiről most beszél. Most eddig tudtunk menni, ennyire tellett a költségvetésből. Köszönöm szépen. Megadom a szót Ercsei Katalin képviselőasszonynak, LMP, aki a normál előre bejelentett felszólalók sorában időkeret nélkül tud beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A kormány a 2011-es költségvetést úgy próbálja beállítani, mintha az a munka, annak a munkahelyteremtés és a családok lennének a győztesei. Ha ez így lenne, azt leginkább mi üdvözölnénk. Az apró betűvel azonban világosan kiderül, hogy sajnos ennek pontosan az ellenkezője igaz. Ez a költségvetés nem fogja megteremteni azokat az új munkahelyeket, amelyekre nagy-nagy szükség lenne. És pár év átmeneti gyermekszám növekedés után hosszú távon nem fogja megoldani a talán legfontosabb és legsúlyosabb nemzetstratégiai kérdésünket, a népesség rohamos csökkentését. Az LMP kifejezetten támogatja azt a kormányzati célt, hogy nőjön a népesség. Ezt hónapok óta próbáltuk elérni, kidolgozott javaslatokkal és számtalan felszólalással, nyilatkozattal, hogy a kormány ebben a munkában a saját maga által kitűzött cél megvalósításában vegye komolyan a népesedési kerekasztal ajánlásait. Őket talán nem érdemes liberális ellendrukkereknek nevezni, vagy kijelenteni azt, hogy ez egy társadalmi defekt, hogy a nőknek dolgozni kell, vagy a nők szeretnek otthon lenni. Nem ártana figyelembe venni, hogy a népesedési kerekasztal javaslatai tudományos kutatásokon alapulnak. Ezeket a tudományos kutatásokat nemzetközileg végezték, és mindenhol kimutatták, hogy ott magasak a születési ráták, ahol megteremtik a lehetőséget arra, hogy az anyák rugalmasan, fokozatosan térhessenek vissza a munkába. Ennek a legfőbb eszközei a kiterjedt nappali gyermekellátás és a rugalmas munkahely. Ezek nélkül sehol nem születik több gyerek, tessék megnézni az adataikat. A pénztámogatások egy időszakos növekedés után újra csökkentést hoznak, ezt tudjuk a GYES 67-es bevezetése óta. A költségvetéshez is benyújtjuk azokat a javaslatokat, amelyel elérhető lenne a kormány saját célja. Azt javasoljuk, hogy az ENSZ fejlesztési szervezetek 2008-as ajánlásának megfelelően nevezzenek ki egy személyi felelőst a nők, kisgyerekes szülők munkaerőpiaci helyzetének javítására, aki teljes kapacitásával és súlyával tud foglalkozni ezzel a rendkívül komplex feladattal. A rendkívül feszített kormányzati tempóban sajnos szemmel láthatóan nincs idő és kapacitás arra, hogy egy ilyen komplex kérdésben, amelyben gazdaságfejlesztési, munkaügyi, családpolitikai, önkormányzati kérdéseket kellene összehangolni a foglalkoztatásért felelős államtitkárnak, tehát nem tud megfelelő figyelmet fordítani erre. Nincs tisztázva a hatáskör sem, ellentmondó nyilatkozatok vannak. A dr. Kopp Mária által vezetett népesedési kerekasztal Pálinkás József MT elnök úr felhívására alakult, és 2010 májusában konkrét javaslatokat tett le a kormány számára. Az LMP is erre alapozta javaslatait, kiegészítésekkel, amely az önfoglalkoztató, vagyis családi és mikrovállalkozást felépítő nők helyzetét próbálja javítani. De nem csak népesedés politikai, hanem versenyképességi kérdésről is van szó. A nők ma már képzettebbek, tehát azonnali versenyképességi előnyt jelent az ő munkába állításuk. Nem pusztán szép elgondolás, hanem kőkemény gazdasági számítás támasztja alá azt, hogy a nők és a férfiak esélyegyenlősége, a versenyképessége és a prosperitása szorosan összefügg, ahogy ezt a Davosban összegyűlő világgazdasági fórum legutóbbi kutatása kimutatta. Nem kell ezeket a nőket 20 éves, hosszú távú, nagyon költséges programokkal felzárkóztatni, mint a képzetlen rétegeket. Ők ott állnak, ugrásra készen szeretnének újra visszamenni dolgozni, de most nem tudnak. A következőkre lenne szükség a nappali ellátás terén. A bölcsődei ellátás fejlesztése az ellátatlan területeken. A családi napközik és a családi gyermekfelügyelet dinamikus bővítésére. Ezzel szemben most a CSANA támogatását befagyasztották, a bölcsődei normatívát csökkentették. Adókedvezményekkel segített jobb helyzetben levő szülők, akik most többet fognak megtartani a pénzükből,